Jó estét kívánok! Elkészült a velencei kerékpárút. A város önkormányzata 170 millió forintot nyert ehhez pályázati úton. Erről lesz szó a mai esti mérlekben. Tartsanak velünk! Most még nem sokan bringáznak a megújult kerékpárúton, azonban tavasszal beindul a szezon, ezzel együtt a kerékpáros sportturizmus is. A fejlesztéssel régi probléma oldódott meg, hiszen, mint a város polgármestere Koszti András mondta, folyamatos konfliktusok voltak Velencén a meglévő kerékpárút miatt. A beruházás nem csak a turistáknak, de a munkába járó helyieknek is nagy segítséget jelent. Komoly problémákat okozott ez itt a településen. Már a Velence ismét egy turisztikai desztinációnak számít a megítélésem szerint a környéken is és az országban is. Rengeteg turista érkezik hozzánk, és hál' Istennek megjelentek az aktív kikapcsolódást, sőt a versenysportot űzők is. És ennek köszönhetően ez a kerékpáros szakasz, ami korábban volt, itt a tópartján, akár a Korzon keresztül, akár a Tóbirostandon keresztül, ez már a nyári időszakban használható. Vált a rengeteg turista miatt, akik fürdőzni, pihenni jönnek le ide. Ezért gondoltunk arra, hogy megkönnyítenénk az ő helyzetüket, és kikerülve ezeket a méltán népszerű területeinket, ők is nyári időszakban is kiválóan tudják használni az új kerékpárutat. 170 milliót kaptunk, és ezért külön köszönet a terület országgyűlési képviselőjének Tesszeri Zoltánnak, valamint a Fejér megyei közgyűlési elnökének dr. Molnár Krisztiánnak. Ebből a 170 millióból 1559 méteres kerékpárút szakasz valósulhatott meg határidőre, és ennek a távolságnak egy jelentős része teljesen új építésű kerékpárút, de vannak olyan részek, ahol a gyalogos számára fenntartott járda volt kiszélesítve, illetve van, ahol csak fölfestés van. Túl azon, hogy a sportolást kedvelőknek szerettünk volna ezzel a kerékpárúttal egy új lehetőséget biztosítani, nyilván a munkába járók és az itt helyben élők között is méltán népszerű a kerékpár, és azt gondolom, hogy nekik is segítettünk ezzel. Egyébként így a nyári időszakban lehet-e tudni, hogy nagyjából mennyien vannak itt errefelé, akik kerékpárral jönnek? Igen, én összámot fogok tudni mondani. Ez az összám a 17-es évnek az adatai vannak meg, amit a turisztikai ügynökség adott ki. 480 ezer turista látogatott Velencére. Én azt hiszem, hogy a velencei tóhoz ennél sokkal több, de ez csak a velencei adat, és 200 ezer körüli vendégészakát után fizettek be idegenforgalmi adót. Én azt gondolom, hogy ma a rendezvényeinkhez is egyre inkább kötődnek már az ide érkezők, és egyre növekszik ez a szám. Ismét visszakerültünk a turisztikai térképre, én azt hiszem. Egy ismert fehérvári, Fejér megyei cég nyerte meg a pályázatot, határidőre sikerült befejezniük, december 21-ére. Milyen egyéb fejlesztések várhatók egyébként most itt a városban és a környéken? Köszönöm a kérdést. Pont az a kerékpárút szakaszt is érinti a Hősök parkja, amin keresztül megy ez a kerékpárút. A Hősök partjára, illetve a Babák Rózsa kertjére a topos pályázat keretein belül sikerült 498,5 millió forintos pályázatot nyernünk. Ebből az összegből ez a két park teljesen át lesz építve, parkolóhelyek lesznek bővítve az oldalán, térburkolatok lesznek a kijárt utakon megépítve, térfigyelő kamerarendszer lesz kiépítve, felnőtt és gyerekjátszótér lesz beépítve, utcabútorok, közvilágítás, okos padok. Én bízom benne, hogy hamarosan igénybe tudják venni majd az itt élők, illetve az ide látogatók ezeket a parkokat. És hát nem csak nyáron zajlanak itt rendezvények, de már rögtön a közeljövőben is lesz. Mi lesz az egészen pontosan, és mik várhatok még így tavasztól? Igen, volt egy bátor gondolatunk, és a név kihasználtság miatt, vagy a név ismertség miatt egy velencei karnevállal indultunk néhány évvel ezelőtt. Mára ez oda fejlődött, hogy több mint 10 000 turista látogat el erre a rendezvényre, a szállodáktól azokat a visszajelzéseket kapjuk, hogy a turisták erre az időpontra keresik ezzel a rendezvényel kapcsolatban a szállodákat, a szobafoglalásokat. Ez az idei évben február 23-án lesz nálunk ez a velencei karnevál. Én bízom benne, hogy nagyon sokan fognak ide látogatni, bízom benne, hogy hasonlóan jól fogják érezni magukat, mint korábban, és reményeink szerint elűzzük a telet.
Az 1,6 kilométeres kerékpárút fejlesztés kapcsán Teszeli Zoltán országgyűlési képviselő kiemelte, a beruházás célja a Velencei tó körüli kerékpárút déli hálózat és a Velence Kemping utcai kerékpárút közötti hiányzó szakasz kialakításával a biztonságos közlekedés és a turisztikai forgalom megteremtése. Minden pályázat az arról taníkodik, hogy egyrészt vannak-e helyben jó kezdeményezések, és hát ezért választunk önkormányzati vezetőket, hogy a vezetők meg tudják ezt úgy fogalmazni, hogy mondjuk egy pályázati megmérettetés során kiderüljön annak a valós értéke. Hát ez itt most Velencén megtörténhetett, hiszen a pályázat az sikeres és eredményes volt. Nyilván ebben egyrészt az önkormányzatnak, önkormányzat vezetőinek, munkatársainak van szerepe, de szerepen van a Fejér megyei közgyűlésnek is, hiszen a területi operatív program forrásainak az elosztása kapcsán jelentős szerepe van Fejér megye közgyűlésének, annak elnökének, dr. Molnár Krisztiánnak is, úgyhogy ezeknek az embereknek mind kijár a dicséret. Mekkora jelentősége van ennek az 1,6 kilométernek itt Velence térségében? Hát talán, ahogy a sajtótájékoztatón is elhangzott, ez a velenceieknek ez egy nagyon hosszú szakasz, hiszen közel 2 kilométer, ez egy kisváros életében ez egy nagyon hosszú. Ugyanakkor mondjuk, hogyha azt nézzük, hogy ez a kerékpáros út, ez része lesz a velencei tavi körnek, és reményeink szerint mielőbb a Budapest-Balaton kerékpárútnak is, ezeknek a hosszához viszonyítva nyilván kisebb, de mégis nagyon fontos. Mit lehet tudni a Budapest-Balaton kerékpárútról? Ugye arról volt szó, hogy 2019 vége, 2020 eleje a megvalósulási időpont. Én csak nagyon remélni tudom, hogy Révész Máriusz kormánybiztos országgyűlési képviselőtársam ezeket a határidőket tudja tartani. Számunkra nagyon fontos, hiszen Budapest kapcsolata ez a területe, az, ahol mi élünk, Pannonia szívében, a Velencei tó partján, ez nagyon fontos, hogy mi Budapesttel közvetlen összekapcsolva legyünk, kerékpárúttal is. Ugye ennek a terve, ezek úgy néznek ki, hogy egyek érintése után a Velencei tó is érintésre kerülne. Nagyon fontos beruházás, és nagyon reméljük, hogy mielőbb a tényleges megvalósításnak a szakaszába is tud lépni. Említette a déli résznek a kiszélesítését, felmerült rá az igény. Hát igen, nem is olyan régen adtuk át azt a 2x6 kilométert, 12 kilométer hosszú kerékpárutat. Én úgy gondolom, hogy az akkor hát kiváló minőségben készült el, az mutatja a jelenlegi állapota és állaga is, hogy valóban így történt, de nem gondoltuk volna, hogy ilyen rövid időn belül felmerül annak az igénye, hogy annyira sokan látogatják, olyan nagy rajta a kerékpáros teher, hogy vagy szélesíteni kellene, vagy még egy ugyanilyen széles nyomvonalat kellene építeni. Tehát sok kérdést vetesz fel, de mindenféleképpen az, hogy megfogalmazódott az igény, az ennek a térségnek előnyéül szolgál, hiszen azt jelenti, hogy sokan látogatnak ide a Velencei tóra. És akkor ezek szerint kezdődnek-e esetlegesen ezzel kapcsolatosan tervek megfogalmazódni? Én azt gondolom, hogy szép sorban kell a lépéseket megtenni, hiszen még a Velencei tó körül a Velencei tavi kerékpáros kör sem zárult összeépített kerékpárúton. Meg lehet tenni és végig lehet járni, de még nem ugyanolyan minőségben, úgyhogy mindenképpen az a következő, hogy ez megtörténhessék. Szerintem nagyon fontos új elem lesz, hogyha tényleg már a Budapest-Balaton kerékpárúttal a kapcsolat megteremtődik itt a velencei tavi körrel, és utána jöhet a következő gondolat, hogy valóban van-e arra forrás, lehetőség, hogyan lehet megoldani, akkor érdemes lesz ezen elgondolkodni. Picit tekintsünk a Pannonia szíve velencei térség felé. Az elmúlt időszakban milyen fejlesztések voltak, amik úgy kiemelendők, és a jövőben mik várhatók? Ezeknek a fejlesztéseknek egy jó része. A fejlesztési terület zászlós hajóján egyeken készültek el. Éppen a napokban fogjuk tudni sajtótájékoztatón bemutatni, hogy további lépések is megvalósulhatnak, hiszen egyeken mind a 4 borászati centrum az megújulhatott, új arculatot kapott, 21. századi, de mégis
a településnek a falusias jellegét jól tükröző burkolatokat, bazalt kőkockás burkolatokat kapott, a utcabútorok is megújultak, a közvilágítás az földkábelbe került, az a kábelerdő, ami előtte jellemezte, egy gyönyörű díszkandeláber sor, mind a négy borászati központban ezek megvalósulhattak, de felmerültek olyan rész projektek, amelyek nem voltak bent az előző fejlesztési keretben. Erről fogunk tudni sajtótájékoztatót tartani a jövő héten, hogy ezek is megvalósulhatnak, hiszen csak mondjuk, amit a leginkább ismernek, a gasztrosétány, ahol az etyeki piknikek zajlanak, ott két párhuzamos út van egy jó szakaszon, és mi úgy gondoltuk, hogy az egyik, a felső útnak az előbb elmondott minőségbe történő felújítása az elégséges lesz, és az alsó út az csak egy morva borítást kapott egy szegélykő mentén. Ugyanakkor az élet az azt hozta, hogy hát ez nem igazán jó megoldás, hiszen az, amikor rengetegen vannak, akkor az poroz, és nem is néz ki olyan jól. Most lehetőség nyílik arra, hogy ezt is megvalósítsuk. Egyek központjában, ahova a fejlesztés csak részben terjed ki, hiszen a település ott a területi operatív program forrásaiból valósít meg egy látogatóközpontot, de mi ott is fontosnak tartottuk, hogy a kábelerdőt eltüntessük, a szennyvíz áttemelő eltűnjön onnét, a vízmű telephelye, amit valamikor a szocializmusban egy gyönyörű, idézőjelben gyönyörű szociál betonépületben elhelyeztek a valamikori település központban, az eltűnjék onnan. Ezt is be fogjuk tudni jelenteni, hogy ezek mind megvalósulnak. De nem csak Ecsek fejlődött a Pannonia szívében, hanem ott is kerékpárút hálózati fejlesztések is voltak, hiszen a vonalas fejlesztés az mindig fontos, hogy jól kapcsolódjon a közút hálózathoz az adott térség. Itt egy 40 km hosszú kerékpárút épült meg Tarján és Ecsek között, ami már kapcsolódott az Ecseket összekötő kerékpárúttal, ami Ercsi felé készült el a múltban, és most tovább tervezhetjük Tarjántól egészen Esztergomig, és akkor ez az eredeti cél, hogy az Eurovelo, az európai főkerékpárút hálózathoz ezt a térséget még egy ponton kapcsoljuk, ez megtörténhet. Dunát Dunával tudjuk összekötni, Esztergom, Ecsek, Ercsin keresztül. Most hirtelen ezek jutottak eszembe, de nagyon sok apró szövevényes terv van még, amelyek közül remélem, hogy jó néhányra még a kormány tud nemzeti forrást allokálni, biztosítani, és ezek is majd megvalósulhatnak. Az elkészült velencei kerékpárutat május 18-án ünnepélyes keretek között adják át a Tour de Velencei tó alkalmával. Egyre jobbak tehát a kerékpározás lehetőségei itt a Velencei tó körül, ha tehetik, pattanjanak bringára. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!